már bevezetőmben is mondtam, hogy csuda virágos kedvünk van ebben a mai adásban, hát bizony, a Szép Magyar települések, érdekes események sorozatunkban is mindig a virágoké lett a főszerep. Most például arra kérjük önöket, hogy látogassanak el velünk Gyulára, nézzük meg, hogy ott mit is kínálnak nekünk, milyen rendezvényre érdemes odafigyelni. 2018. május. 11. és 13. között rendezik meg a Gyulai Virágok Fesztiválját. Hát, hogy mi is ez, és mióta van, erről hallgassák meg a következő történetet. A történelmi fővárosban az esemény elődje a Gyulai Virágok Vasárnapja volt. Hát igen, ismét virágos hétvége lesz Gyulán, ami igazán különleges és elegáns hely, hiszen volt megyeszékhely, hely, de azt hiszem, hogy mint fürdőváros is már egy történelmi kort mondhat magának, és ebben a különleges helyszínben rendezik meg a Gyulai Virágok Fesztiválját. Az esemény elődje a gyulai virágok vasárnapja volt, amely napjainkra egy egész hétvégét kitöltő tartalmas programmá nőtte ki magát. A rendezvény pénteken szakmai előadásokkal veszi kezdetét, majd este könnyű zenei koncert következik. A további két napon pedig virágvásár, virágkötészeti kiállítás, szórakoztató gyermek- és családi programok, valamint ehető virágos ételek várják az érdeklődőket. Szombat este Péterfi Bori és zenekara gondoskodik a jó hangulatról, akik egy fergeteges lemezbemutató koncerttel látogatnak el Gyulára. De talán segítségül azért nézzük meg gyorsan a három nap kínálatát, ha valaki szeretne kiválasztani csak egy napot magának. Május 11-én pénteken 20 órától TNT élő koncert lesz, 22 órától pedig DG Dominic szórakoztatja az ott lévőket. Május 12-én szombaton a kézműves játszóházak, mint a bábika játszóház, ügyességi játékok, virág -lufi hajtogatás, mesemondás és egyéb interaktív családi programok azok, amik a kicsiket nagyokat egyaránt érdekelhetik. De lesz virágkötészeti kiállítás, a képzelet virágai a címe, valamint a gyermekrajz kiállítás eredményeit is kihirdetik. Virágról virágra, ez pedig a gyerekeknek szól Pepe Manó műsora. Körtvirágok és százszor szépek címmel hallgathatják meg a gyulai ifjúsági fúvos zenekart, amelyben közre működik a három grácia majorette együttes és ennek apróbb csoportjai. Fél ötkor kezdődik Johnny Moonlight műsora egy szál harangvirág címmel, melyben szécsi Pál és kortársainak romantikus dalait hallgathatják. Kávészünet koncert 6 órakor. A költészet virágai címmel megzenésített verseket lehet élvezni. 20 óra 15-kor Perna Haider Kembel koncert lesz. 9 órától Gyula Imás film bemutató, ezt a lett lehet megtekinteni valamint dr. Görgényi Ernő Gyula Város polgármesterének beszédét, és mivel az idei fesztivál vendége Tihany, természetesen Tósoki Imre Tihany polgármesterének köszöntője is elhangzik. 21 óra 15-kor lesz Péter Fibori and the Love Band lemez bemutatója. És már majdnem 11 órakor tűzvirágok címmel tűz Zsonglőr bemutató lesz a Tűzfészek Tűzzsonglőr csoport előadásában. 13-án vasárnap egész nap a Kaliopé színpad növendékei jelmezben virágokkal kedveskednek a nézőközönségnek. Lesz reggeli virágdalok, kepenyespál és döge csaba gyermekműsora. Azután 11-től a tavasz első virágai a gyudai oktatási intézmények bemutatói lesznek, majd már ebéd után tavaszi szél vizetáraszt, népzenei koncert és tánc bemutató a Harokken Tánc Együttes előadásában. Két órakor ünnepélyes díját adó a legszebb kiállító sátornak járó díjat ítélik oda, a virágkötészeti verseny közönségdíjának is ekkor lesz az átadása. Majd az Energy Dance School Hip Hop Táncszínház bemutatója következik. Virágcsokor címmel Hevesi Imre és a Zűrzavar Együttes családi műsorát láthatják, és záróprogramként programként 5 órakor kezdődik a Nosztalgia Virágai, a Midoz Együttes műsora. Hát, kedves nézőink, akik szeretik Gyulát, ezt a különleges várost, és kíváncsiak erre az igazi tavasz köszöntő nagy rendezvényre, akkor menjenek Gyulára.